tulajdonképpen nincs is miért aggódnunk. A kutatási eredményeink szerint még legalább 2 hónapig, 4 napig és 7 óráig nem fog bekövetkezni kisugárzás. Annak is hármasa várható erőssége a Bergmann skálán, ami pontosan 2,13. Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék, azt kell, hogy mondjam, hogy még sohasem láttam ilyet azelőtt. Az enkefalográf szerint súlyosan megsérült az idegrendszere, de más értékei nem is lehetnének jobbak. Megdöbbent! Talán a kisugárzáshoz van valami köze? Ennek ellenére ez idáig képtelen voltam racionális magyarázattal szolgálni a jelenet. Nézd, kérdezik. Ébren vagy? Az jó. Üdvözöllek az élők világában, Stalker. Hogy érzed magad? Emlékszel, hogy mi történt veled? Vicceskedvedben vagy mi? Ez jó előjel. Lebegyev vagyok, a csoportvezetője. Én felelek mindenkiért. Beleértve téged is, legalábbis amíg itt vagy. Tiszta égboltnak nevezzük magunkat, és most a mi bázisunkon vagy. A kisugárzás után szedtünk fel az ingoványban. Szerencsés? Nem hinném. A tények a következők. Túlélted a kisugárzást, erre nem tudok magyarázatot adni. Másodszor, egy járőrünk megtalált az ingoványban, ami lényegében egy végén láthatatlan futóhomok. Harmadszor pedig egy csapat pseudokutya majdnem szafatokra tépett, de a fiúk még idejében kimentettek. Ezen események láncolata azt mondatja velem, hogy ez nem puszta szerencseműve. De előbb be kell fejeznem, amit csinálok, majd később folytatjuk ezt a beszélgetést.
Ellenőrizd a PD-adat, megtalálod rajta az egységeink helyzetét. Azt javaslom, hogy menj át a halászfalba. Most ott vannak. Azt hiszem, mind elkaptuk. Darabokra szaggattuk őket. Már megint kezdődik. Gyorsan lemészárolnak minket! Мужик, вот так, будешь знать! Получил! Мужик!